ismét van itt az Autotechnika telephelyén tábor autista és nem autista gyerekek számára. Ugye már volt korábban is erre példa. Hogyan próbáltátok összehozni most ezt a tábort? Ugye ez a tábor már a harmadik táborunk, úgyhogy most már vannak nagyon jól bejáratott forgatókönyveink, rutinjaink. Annyi az újdonság, hogy ez most egy indiános tematikájú tábor volt, ami hát ugye meghatározza, hogy mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk, vagy milyen mintákat használunk. Van egy nagyon kedves új tagja a szakemberkerdenek, Fabian Zoltán, aki a gyerekeknek kiküldött útmutató szerint ő egy igazi indián, és tényleg, úgyhogy ő rengeteg indiános játékot, eszközt, ilyesmit hozott hozzánk, illetve voltunk a polgármesteri hivatalban vaktaérménygyűjteményt, megnéztük, ugye ott is rengeteg indiános motivumot láthattak a gyerekek, miután ez egy alkotótábor, ugye ők megnézik ezeket a motivumokat, beszívják, rögzítik a kis fejecskéikbe, és utána ezzel dolgoznak ezekkel, de az alapkoncepció még mindig ugyanaz, hogy vannak autizmusban érintett gyerekek, meg hogy nincs autizmusuk, ők együtt dolgoznak, a kezükkel, tehát nem kütyüznek, nem bohóckodnak, hanem tényleg egy picit az alkotás, a kreativitás. Hogyan működik a gyerekek között ez az integráció? Hát végül is, akiknek nincs autizmus, ők általában autista gyerekek testvérei, de hát hogy nem új nekik a szituáció. Nem szándékosan szervezik így a tábor, de mindig így alakult ott logikusan, ugye, mert ha elhozol egy auti gyereket, akkor a tesó is értelmszerűen jöhet vele. Ezért azt mondja, hogy a gyerekeknek van egyfajta autizmus tudása, egyfajta ismeret az autizmussal kapcsolatban. Ugyan spektrumjelenséget ők is megélik, mert különböző érintettségű gyerekek jönnek, de mindig gyerek ismeri a saját testvérének az autizmusát, de érdekes nekik látni más gyerekeknek az autizmusát. Nem látom, hogy különösebben felbolygatná őket, tehát ők így el vannak foglalva azzal, amit csinálnak, és látják, hogy mindenféle gyerekek vannak körülöttük. Én azt gondolom, hogy az előítéletek soha nem, vagy nagyon ritkán a gyerekek fejében születnek, meg sokkal inkább mi felnőttek adjuk nekik a nem egészen jó mintát. És egyébként így, hogy itt vannak a nem autizmusra nem érintett testvérek is, ez segítség számotokra? Hát figyelj, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye sohasem, mikor sem kéne, hogy a testvéreknek a dolga legyen ezeknek a helyzeteknek a tompítása, itt nem. Tehát ott, itt mindenki gyerek, mindenkihez úgy fordulnak oda a felnőttek, ahogy neki a szüksége. Ugye van olyan gyerkőcünk, aki rengeteget beszél, van olyan gyerkőcünk, aki egyáltalán nem beszél, másfajta megértési szinten kommunikál, van, aki, mit tudom, nem szereti, ha agyagos lesz a keze, mert az maszat, akkor nyilván nem kell agyagozni, akkor ő addig zsírkrétázik. Tehát, hogy így nem kifejezetten van ilyen tompító funkciója a tesóknak, ők is ugyanolyan gyerekek, mint az autizmusban érintett gyerekek. Említetted már Fabian Zoltán, de egyébként hány fő segíti itt a tábor lezajlását? Ugye itt van Lehelendre, alpolgármester úr, itt Bandi bácsi, meg tanár úr, meg minden. Ő folyamatosan velünk van, mióta a tábort egyáltalán kitaláltuk, és nagyon lelkesen támogatja ezt az egészet. Borsodi Zsófia gyógypedagógusunk, Terenik, ő nem gyógypedagógus, de nagyon régóta segítünk, nagyon érti ezeket a gyerekeket, nagyon régóta ismeri. És Andó Éka, aki meg ugye önkéntesként jött, ő a Haraszti Családsegítőben dolgozik egyébként, a szociális munkás képzésben vesz részt, és ő egyszerűen kíváncsi volt arra, hogy néz ki egy ilyen tábor, és azért, hogy ezt megtapasztalhassa, azért gyakorlatilag itt van és segít nekünk, ugye ő, neki is van már fogyatékosságokkal kapcsolatban tapasztalata, nagyon hasznos, nagyon jó segítő, illetve van két gimnazista önkéntesünk is, akik segítenek nekünk a mindenféle ilyen gyerekek körüli teendőkben, úgyhogy egészen sokan vagyunk. Ugye nem véletlenül választottam ezt az ajtót háttérnek, amit ti készítettetek, ugye az autista gyerekek számára fontos, hogy egyébként a nem autizmussal élőknek is fontos a rendszer az életében, de neki meg különösen. Hogyan tudjátok ilyenkor a tábor menetét rendbe tenni? Ugye az autizmusnak van egy nagyon érthető, tiszta módszertana. Abból indulunk ki, hogy az autista gyerekeknek ugye nincsenek mindig belső forgatókönyveik, nem fogják tudni, hogy mi történik körülöttük, csak azért, mert én így verbálisan elmondtam. Autizmusban mindent megmutatunk képek, ugye hátunk mögött van, de azt hiszem, hogy megfilmeztétek a vizuális órát, nekik tudniuk kell, hogy mikor mi fog következni. Ez egyébként, ahogy te is mondtad, nem csak autizmusban igaz. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy mit fogok csinálni, kivel, meddig fog azt tartani, fogom ezt szeretni, hát akkor nem fogom magam jól érezni. Ezek a vizuális eszközök mind arra szolgálnak, hogy a gyerekek értsék, hogy mi fog következni, hogy mikor fogunk, ez nagyon kardinális kérdés, mikor fogunk ebédelni, és mi lesz az ebéd, tehát hogy ezt a majd megtanultuk, hogy ez nagyon fontos, hogy mi lesz az ebéd, úgyhogy most már az étlap is ki van nyomtatva, kik a segítők, kinek szólhatok, ha bajom van. Ezek egyszerűen enélkül nem akadálymentes az autista gyerekek számára a tábor, és azért azt tapasztaljuk, de ott is, ahol mondjuk általános iskolában használnak egy ilyet, hogy nem csak az autista gyerekeknek jó, hogyha vizuális támogatást használunk. Ugye mögöttünk van egy sátor, ez milyen célt szolgál?
Hát ezt így finoman dühöngőként tudnám elnevezni. Egyrészt szabadidőben ugye egy picit elszeparálódhatnak, elbújhatnak a gyerekek, mert ha így végig gondolt, hogy ebben a térben vagyunk együtt, hát majdnem 20 időnként, azért van zsivaj, van pörgés. Illetve ha valaki úgy érzi, hogy nem akar részt venni egy feladatban, vagy éppen csak fáradt, mert volt például pont egy fordult, hogy az egyik srác így teljesen kimerítette a tartalékait, akkor ő bemegy a sátorba, a csönd van, sötét van, nyugi van, tehát egyfajta nyugi szoba funkciója is van a sátornak, ami autizmusban azért egy elég erős igény, hogy legyen a csöndes szoba valóban. Kiknek a segítségével, támogatásával jöhetett létre ez a nyári tábor? Nagyon fontosnak érzem, még egyszer elmondom, hogy azoknak az embereknek, akik itt vannak és dolgoznak, festőművészek, pedagógusok, önkéntesek, de ezen kívül még két nagy támogatónk volt, az egyik Dunaharaszti Város Önkormányzat, aki a civil szervezetek számára két pályázat keretében támogatta a tábort, illetve a Tesco-nak az Önválaszt mi segítünk programjában is pályáztunk, ugye itt ezeket a kis tokeneket dobálják be a vásárlók, és ott is kaptunk egy jelentősebb összeget arra, hogy táborozzunk. Hogy készültetek erre a táborra? Bandi, te már ugye többször vettél részt ezen. Igen, hát minden évben más a karaktere, és úgy gondoltam, hogy itt vagyunk a Dunaparton, gondoltam, hogy a gyerekkori eszményképeik közé tartoznak az indiánok, és gondoltam, hogy a gyerekeknek lesz egy ilyen. Viszont jó lesz az a téma, hogy indiánosdi. Ezt még alátámasztotta a Baktai Ervin jelenléte Dunaharasztin, a Baktai Múzeum jelenléte Dunaharasztin, plusz a Dunapart, ugye, hogy lehet indián kenúzni, meg ilyen. És akkor úgy gondoltam, hogy egy ilyen indián hagyományőrző tábort fogunk csinálni, hiszen az indián szimbólumok, totem, stb. Ezek kézműves foglalkozásban is remekül összejönnek. Ráadásul én ismertem Fábián Zoli barátomat, aki meg hagyományőrző indián, és tudtam, hogy ő nagyon sokat tud lendíteni és segíteni a tábornak az életén ezekben az apróságokban. Egyrészt az ismeretanyagával van egy csomó kelléke, amit a gyerekek nagyon szerettek, de ezt majd ő inkább elmondja, és akkor így állt így össze. Igen. Hogy érzed magad itt a táborban? Most már a negyedik napon vagyunk. Hát én még csak a második, mert csak szerdán kapcsolódtam be, de jól. Én meglehetősen sok ilyen napközis tábort csináltam körülbelül a hasonló korosztályú gyerekeknek. Persze nehéz volt nekem is kiötlenem azt, hogy mi az, amivel mondjuk az autizmussal élő gyerekeket is le tudom kötni, párhuzamosan a nem autizmussal élőkkel. De azt hiszem, hogy valamilyen formában sikerült. Tehát azt gondoltam, hogy az mindenképpen érdekes lehet, hogyha hozok néhány olyan tárgyat, amit én készítettem, amik többnyire ilyen múzeumi minőségű replikák, tehát majdnem, hogy az eredetivel megegyezők. Ez nagyon izgalmas volt a gyerekek számára, akkor volt egy kis beszélgetés, és aztán belecsaptunk a munkába, és azt vettem észre, hogy az agyagozás az például mindenkit lekötött kivétel nélkül. Tehát olyan gyereket is, aki mondjuk más ilyen közösségi munkában nem igazán vett volna részt, az agyagozás az elvarázsolta őket. Mi mindent csináltatok még? Hát az agyagozás az... Mik ezek az apróságok, amiket a Bandi említett? Például játékok. Hoztam ilyen ügyességi játékokat nekik, amik indián játékok. Az is osztatlan sikert aratott, mondhatom. És most a mai nap programja az volt, hogy ilyen indián nyersbőr, díszített nyersbőr doboznak a papírmakettjét készítjük el. Persze nem volt kötelező indián motívumot használni, de azért én készültem néhány ilyen darabbal, és akkor volt, aki azt rajzolta, meg volt, aki nem, de a lényeg az, hogy megismerték azt, hogy mondjuk egy ilyen indián doboz, az hogyan néz ki meg. Egyébként mi volt a tapasztalat, azért ők szeretik a megszokott sémát, vagy van, aki azért így szabadjára engedi a fantáziát? Ki tudják így fejezni? Is. Tehát is. Hát volt, aki nagyon szigorúan tudta hozni azt a motivumvilágot, és volt, aki meg aztán teljesen egyedi, és ettől lett szép, hogy ilyen abszolút egyedi mintát hozott létre. Nem? Igen, és mondjuk ami fontos, hát ugye a mi hobbink, az egy kézműves hobbi. Na most
Ami nagyon érdekes volt a számomra, hogy ezekkel a kézműves foglalkozásokkal tényleg hogyan lehet integrálni ezeket a gyerekeket, és akár úgy, hogy egymás mellé ültek, együtt dolgoztak, közösen hoztak létre mondjuk egy agyagszobrocskát. Hát ezek ilyen, az én számomra is tanulságos dolgok voltak, de azt gondolom, hogy nem volt rossz az alapötlet, tehát a Bandinak ez az ötlete, hogy indiános, ami engem egy picit meglepett, hogy mondjuk szemben a mi gyerekkorunkkal a mostani gyerekek azok gyakorlatilag nem élnek ebbe az indián romantikába. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, mi gyerekkorunkban galantollakat tűzködtünk a hajunkba, és nem tudom, magyaróveszőből csináltunk ilyet, őnekik egy csomó minden teljesen új volt. Tehát a mi gyerekkorunkban evidencia. Főleg úgy hétfő reggel 9 órakor, amikor elkezdtük a tábort, Zoli még nem volt itt, és akkor mondtam, hogy na gyerekek, indiánok, és akkor gondoltam, hogy így fölvezetem majd, hogy akkor ki mit tud az indiánok, és elkezdünk beszélgetni, hol éltek, stb., milyen ruhában jártak, stb., és akkor előveszünk képelemeket, amiket majd komponáljuk itt a hátam mögött lévő nagy képre. És akkor mondtam, hogy na gyerekek, ki mit tud az indiánokról? És akkor nagyobb csönd volt, mint most, tehát semmi. És akkor kérdeztem, Vinetú, bőrharisnya, Uper, semmi. Tehát teljesen más, én akkor egy kicsit úgy leforrázva éreztem magamat. Vajon és, mi lesz ebből? Igen, és akkor úgy nagy nehezen akkor ugye, és akkor az egyik autista kisrác mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy gúla alakú sátrakban éltek. Na mondom, azt hiszem, hogy ezzel a mondattal el tudunk indulni. És akkor kezdtük, és akkor hát elővettem a Google az jó barátunkat, és akkor mutattam nekik ilyen indiánokat, toldíszekkel, stb. És akkor így szép lassan elkezdődött. Másnap mentünk a Baktai Múzeumban, a polgármester hivatal udvarába, na és az adott egy nagy lökést. Tehát amit ott láttak, az meglehetősen inspirálta őket, és akkor harmadnap már jött az Oli, és aztán onnantól kezdve már uff, én beszéltem. Igen, nekik nagyon fontos a vizuális megjelenés. És egyébként akkor így közösen alkotátok ezeket a nagyobb műveket? Igen, ez mindig egy közös munka, tehát ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy összeválogatom őket, hogy csinálnak vázlatokat, és akkor a vázlatokból a legszebb motivumokat egy közös képen fejtik ki, és dolgozzák ki. Tehát ennek is van egy ilyen érdekessége szakmailag, hogy közösen tudnak dolgozni. Hogyan záródik a tábor? A zárónap holnap lesz, amikor a Combhagyó barátom segítségével a Dunaharaszti vízi szakosztály is aktívan részt fog venni a munkákban, mert oda megyünk a telephelyre. Hát kenúzni nem kenúznak majd, mert azért az veszélyes, de a Gyula bevállalta, hogy motorcsónakkal körbeviszi őket, és hát aki még esetleg segítők közül, meg aki bevállalja mentő mellénnyel, az beleülhet kenuba is felügyelettel. És akkor megyünk ott egy kört, és a Zoli által bemutatott indián játékokat fogjuk még ott játszani a füvön, tehát természeti körülmények között. Milyen játékok lesznek? Az egyik az egy csapatjáték, egy ilyen, hát mondjuk a petankhoz tudnám hasonlítani, de tulajdonképpen azt mondom, hogy két ilyen kis fahengerecskét kell eltalálni golyóval, és akkor számoló pálcával a két csapat számolja, hogy ki hányszor talált, akinek több pálcája összegyűlik, nyert. A másik meg egy ilyen tálban négy darab megfestett szilvamag, amin különböző jelképek, bölénypata, medvetalp, szitakötő és pók. Ezeknek megvan a pontértékük, és ott is, aki nagyobbat dob, kap egy számolópálcát, akinek több számolópálcája összegyűlik, az nyert. Itt is volt valami hasonló játék itt a földön. Ezt játszották itt a gyerekek. Nem tudom, hogy ezt vettétek-e, de ezt ma tanultuk. De az a baracmagos, az különösen leleményes. Tehát a baracmagot földobod, és vissza kell esni egy lapos tányérba, és megfordul, és akkor ott vannak ezek a motivek. De gyakorlatilag indián póker kocka. Tulajdonképpen az így mondhatjuk. És még egy utolsó kérdés, milyen élményekkel zárjátok így a tábort? Ha egy-egy dolgot kérdezik. Ez összetett, de gazdag élményekkel zárjuk. Ez a legjobb szó. Gazdagodik. Hát persze minden táborban elfáll az ember. Az a baj, ha nem fáradsz el. Igen, akkor nem csináltál semmit. Igen.